Az egész jól segített Arnoldson, nem olyan vészesen gázosak a társak, ahogy szokott lenni nagyjából korban, lőnek is. Ami szerintem nem egy rossz dolog. Csak itt nem akarok meglepetéseket, úgyhogy megpróbálunk leszedni mindenkit. Végig menni szépen rajtuk. Gyerünk. Oké, megpróbálom felrobbantani, remélhetőleg sikerül. Csak előtte leszedünk mindenkit, akit csak tudunk. Ó, hogy az a rohadás álljon beléd, remélem legalább enged meghekkelni egy talon, de nem, miért enged? Miért engedne? Nem tudom mi baja van, amúgy engednie kéne. De nem, miért van ez a képességem? Ez annyira furcsa. Jó, mindegy, kapjátok be. Lehet azért, mivel hogy újra játszom a kampányt, kivételesen ennek a képességnek lennie kéne bekapcsolva, és nem enged más bekapcsolni, nem tudom, hogy... Mert hülyen rögzítette el, és kénytelen voltam eddig újra eljönni. Akkor már használjuk ki ezt a képességet. De amúgy elég zavaró, mert olyan szinte megváltoztak ki az egész sebességet, hogy... Anyátra lőj rá RPG-vel, te búzó. És juttassátok eszembe, majdnem mondtam, juttassátok eszembe, ne használjon már a gránátokat, mert azzal kéne felrobbantani majd a végcélon a... Nem tudom mit csinált az a drón, bazd meg. Gránát, minden, kicsit fedezékbe kell lenni. Macera ez a rész. Gyerünk. Amúgy láttam, írtátok a videó alá, az első videó alá, a múlti alá, hogy tetszenek a fegyverek, meg minden. Szerintem is tök jók a fegyverek, ahhoz képest. A hangok még mindig szembelövők. Ami nem ártana, hogy egy idő után tudnának javítani. Éljen a VH! Jó, anyád! Anyád, balölje, hülye gyerek! Most már lejjebb mehetünk. Robbantsuk fel ezt a cuccat. Reméljük, hogy sikerül. A ki ne találjad már! Diaz, csináljad meg! Ki ne találjad már! Nem, mert egyszerűen fantasztikó. Oh! Jó! Oké. Okay. Jó. Meg vagyunk. Némi bug a játékba. Belefér. Meg vagyunk. No para. Meg vagyunk. Megyünk tovább. Come on, let's go. Grab fresh ammo. Megyek már. Nyugi. Oké. Na most az igazság az, hogy itt kéne legyenek még képességeim, amiket tanulni kéne ezen a... Ennél a résznél, mert robotok lesznek, emberek lesznek, itt minden lesz. És be kéne tudnom magam hackelni a robotokba. Úgy. De nem, nekem a gyors mozgás van meg valami. Oknál fogva, és rettentően idegesítő.
Ja, itt meg már shutdown van. Amúgy bele lehet magad hackelni a robotokba. És... behackeled magad a robotokba, akkor ugye ki tud nyírni a környezetet. És amúgy elég hangulatos. De nem értem, hogy ez most így... miért nem lehetséges. Lehet, hogy rossz specialistát hoztam el magammal. Hát ez a gyors futás, ez szart se ér, azt kell, hogy mondjam. Igazából, ha ugyanúgy el tudnak találni, miközben gyors futás végzel, annak mi értelme van. Komolyan mondom, de miért ez a... miért ez a képesség van, meg mi nem a hackelős, meg a szvornag. Nem tudom, hogy csak nehezebb lesz az ügy. Kussoljál már. Jó van, egy megvan. Ez hogy esik le? Oké, okay, ezzel megpróbálok, srácok, gyorsan végigmenni. Az igazság, hogy olyan képességekkel voltam most megáldva, amikor előzőleg játszottam, amivel be tudtam hackelni magam. Különböző rendszerekbe, de most nem engedte. Sajnálatos módon. Meg kell gyógyulja. Köszönünk. Oh, jó van már, meg ne öljétek már. I was back in Ethiopia. The grunts, I lived it all again. What's happening to me? Shit. You know how your senses can trigger vivid memories? Make you think of sounds, sights, words from songs. Make you think of stuff you haven't thought of in years. D&I can make that a lot more visceral. Little glitches on your optics, little whispers in your ear. This shit happens. The doctor can straighten it out. You just need to recalibrate your meds. Trust me, you're gonna be fine. So what now? A látomása volt neki, és ezek a látomások időnként visszajöhetnek a gyógyszerezés miatt, stb. És most már ilyen könnyedén meghekkelhetünk cuccokat. He would have been able to supply them with everything they needed to bypass the security on the train. Még mindig úton vagyunk, most egy csávót kell elkapni, aki szállította a bombákat a terroristáknak, ő tudja, hogy hol vannak a terroristák, és megpróbáljuk megállítani a terroristákat ebben a szimulációban, ami már megtörtént gyakorlatilag. So what happens now? Now we go find the son of a bitch. Ki kell bontsak egy csokit, srácok? Na most, ha nem lesz meg a falonfutás képességem, az igen gázos lesz ebben a jelenetben. Az az igazság. Remélem, anélkül is meg lehet csinálni. Mert ilyen free running módban fogunk menni. Zerg security force got their asses handed to him. Outcome. Train go boom. We lost him.
He slipped away. You remember Specialist Zero Hall? Mindig kell legyen egy szexi csaj. Nak látszó. Valami. She's an intelligence expert from back when that actually meant something. Before D&I, you had to read books. In the academy, Taylor made me read a lot of them. Az igazság, hogy 2000 akár mennyibe jár, 35 környéken járunk, ez egy olyan 30-40-nek néz ki, tehát ez a katonaságnál dolgozott, már amikor 10 éves is volt, mert a csávó azt mondta, hogy az intelligence-nél dolgozott, ilyen információknál. Tehát ez azt jelenti, hogy 30 évvel ezelőtt még a régi módszerek szerint dolgoztak, de most már 2030 környékén járunk, de a csaj akkor már ezek szerint 10 éves korában is a CIA-nél dolgozott, mert úgy, hogy van. Jó van, fussolják, 6 fussal váznak, de 6 fuss volt. És nem fogja engedni. Remélem megpróbálja. És látja, hogy itt meg kéne hackeljem a robotokat, tudjátok? Mert lesznek ilyen robotok, és azokat meg kéne tudjam hackelni. Látod? És ezt nem tudom megcsinálni. Jelenleg nem tudom megcsinálni a falfutást, nem értem, hogy miért. Meg kéne tudjon. Old Zürich, van ilyen, hogy Old Zürich. Nem tudom azokat leszedni, ne haragudj. Megpróbálunk megcsinálni. Nélkülük. Lehet, hogy le kell lőni őket, hogy se is meg kell hetni, mert annyira kurva jó volt az a rész, csak így mentem, azt így lehekkeltem a kúvala izéket, tallonokat, nagyon komoly volt. Anyád, a kis csaj megmentette az életünket. Jó, igen. Woo! Bam! Fuck you, bitch! Didn't work out so well. I reckon our suspect has about 15 seconds left before he shakes hands with the Grim Reaper. Itt jön most egy lényeg. Can't let that happen. Not before you get the information we need. Közben csak itt teszem, jó? Ha nem baj. He doesn't have to. He has a DNI. Önök a csávónak is van egy ilyen implantátum, ami nekünk. Össze lehet vele kapcsolódni, csak a probléma az, hogy ez... Hogy nem szabad rácsatlakozni másik emberi lényre agyilag, de extrém szituációban megengedett, így aztán gyakorlatilag most rá fogunk csatlakozni az agyára. Probléma az, hogy akinek rácsatlakozol az agyára és letöltöd az adatait az agyából, gyakorlatilag az emlékeit, agyhalott lesz. Meghal, gyakorlatilag. Azt magyarázza itt a csaj végig, szóval lényegtelen info. Műzök mellé tartom, sokkal baj lehet lenni. Na, most letöltöttük a memóriájából, amit kell. És kiderítettük, hogy hol vannak a terroristák. What do you know now? I know where they are. They're using the old train tunnel to plan their attack. But you just learned that your DNI took the ZSF weeks to uncover. What do you think I'm gonna say next? Outcome. Good to know you can make tough decisions when you have to. Like it's time we move. Finom már a soki. Tényleg. Na, menjünk tovább a következő jelenetre. You're taking heavy fire! Now to back up!
Mióta beszélnek angolul a német? Erők. They really wish they had. You're still here, huh? Pity. I bet Diaz 100 that you'd be dead by now. Funny man, Specialist Peter Moretti. He's gonna help you understand how much of a badass motherfucker you are now. Mm-hmm. Remember? Badass motherfucker vagyok. The they got the explosives on board. Na gyerünk. Hadd lássam, csak kár, hogy nincs, pont az a lényeges, kettő képességem nincs meg, ami ehhez a pályához kéne. Semmi baj. Ha végig lehetett vinni eddig, akkor végig lehet vinni most is. Jó, csak menjünk. De lehet, lehet meglátjuk, hogy mi, hogy lesz ez majd megcsinálva. Let's do some damage. Oké, bitch. Látjátok, ő fogta is, hogy a kezében meghackelte az adott illetőt, de nekem itt csak egy izé van képességem. És tudjátok, meg kéne legyen a többi képesség is. És nem ez a szarfegyver, csak az a baj, jaj, tudom már mi a baj, az a baj, hogy ezt a kurva szarfegyvert választottam. Majd lecserélem, ha le tudom, valahol le lehet biztosan cserélni. Ez a baj. Vagy rossz képességeket választottam, mert hogyha az ember egyszer menti és kilép, akkor belép egy arzenál szobába, és az arzenál szobába lehet konfigurálni magadat. És ugye rossz a konfiguráció emiatt. We'll make a soldier out of you yet. És az a baj, hogy itt nagyon jól jönnének. Két képességek nagyon jól jönnének. És egy jobb fegyver. Erősebb, úgy értem. Mert ez így... Legalább a társam lövi őket. Ha már én nem tudom, de egy kis ammo valahonnan jól jön. Ez lesz a legérdekesebb ilyen... De várjatok, supli drop? De azt tudta, hogy... Várjatok csak... Igen, tudom, ne szeretném cserélni a mostani arzenálomat, de... De az macera, mert így nem lehet. Jó lett volna, ha le tudnám cserélni. Szóval időnként helyenként valahol van egy arzenál. Ahol... Ahol piros a terület a földön, az ilyen halálzóna, onnan mindig érdemes elmozogni. Adjatok egy arzenától, lecserélhetem a fegyvereimet. Akkor lesz az, akkor aztán nice work lesz az, biztos. Ah, legalább a csávót jól csinálja a dolgokat. Gondolom lehet, hogy az AI olyan szinten segít ki, hogy milyen a arzenálod, hogy gyenge az arzenálod. Már pedig az ott. Ha, kérlek! Hallásom. Tactical ability. Ennél volt az. Nem. Ha, ez az. Megvan. Chaos Core. Az mit csinál? Cybernetic add-on design for psychological warfare, turning enemies gear against them and causing chaos on the battlefield. Martial Core. Melee focused obsession. Control Core. Enables hacking capabilities, manipulating and controlling enemy electronics, robotics. De várj. Enables hacking...